Milyen panasza van? Először is a bokám fáj egy kicsit, a térdem fáj egy kicsit, a derekam fáj egy kicsit. Mint egy bizonyos időszakban már minden a szervezetből egy picit kikopik. A kezem picit fáj, és ezekre szeretnék az ön tanácsát megkérni, hogy mit javasolnak kezeléseket itt a Gyulai Várfürdőbe, és nagy örömmel állok rendelkezésre, hogy minél kevesebb gyógyszert kelljen fogyasztani, sőt, egyáltalán nem, és én azt hiszem, hogy önök ebben tudnak segíteni a kedves betegeken. Megpróbálunk, először meg fogom vizsgálni, jó? És akkor utána megbeszéljük, hogy milyen kezelések lesznek. Jó. Fájdalom, térdfájdalom, bokafájdalom, illetve a kéz kisizeletek fájdalma áll fenn, ami mögött akkor kopásos jellegű elváltozások, meszesedések igazolódtak. Ezekre nagyon jó a kopásos fájdalmakra, úgyhogy alkalmazni is fogjuk az iszappakolást, jó? Igen. Itt a meleg hatását használjuk, illetve az ásványi anyagokat, hogy azok felszívódjanak, akkor lesz súlyfürdő, itt a derékpanaszt és az izületi problémákat együtt fogjuk kezelni. A porckorongokat kicsit eltávolítjuk egymástól, és ezáltal a derékpanasza az csökkenni fog. Az alatti gyógytornát mindenképpen javaslom, és ezután lesz lézerterápia, a bokára meg a térdekre fogjuk használni. Itt a vérellátás fokozásával a szervezetnek a saját regenerációs folyamatait indítjuk be. A fájdalom csillapodni fog, és ezáltal a mozgások is könnyebbek lesznek, illetve egy mágneses kezelést fogunk használni. Lesz egy egész testre lévő mágnes matrac, és még külön kezelőrészt fogunk a térdekre, illetve a bokákra alkalmazni. És ezektől a kezelésektől azt várjuk, hogy úgy, mint máskor, hogy legalább egy 3-4 hónapig a fájdalomcsillapítókat ne kelljen beszedni, és otthon ugyanolyan szorgalmasan kell tornázni, mint eddig. Igen. Jó? Igen, jó, köszönöm szépen. És a végén lehet úszni a gyógyvízbe, hát legalább egy fél órás úszás azért legyen. Igen, nagyon köszönöm, nagyon. Nagyon nagy fokú tájékozottság volt, amit én tapasztaltam ez idő alatt is, amikor ide jártam kezelésre, és én azt hiszem, hogy minden betegnek lehetne ajánlani, ami nagyon-nagyon fontos, amikor felébred, hogy egy picit tornázzon. Az ágyba tornázzon, majd utána, ha a kezelésre jön, délután, ha szabad ideje van otthon, egy picit tornázzon. Az nem mozgás, hogy én most a konyhába ezt vagy azt csinálok, nem. Akkor koncentráljál, szőnyegre lefekszel, egy kicsit tornázol, és mindjárt boldogabb lesz. Így van. Kívánjuk ezt mindenkinek. Jó kezelést kívánok! Köszönöm szépen, köszönöm én is. Köszönöm a figyelmet. Nagyon hasznos.
a gerince teljesen újjal megy ki a medencéből. Csak gyakorolni kell. Köszönöm. Szolgáltatása Gyulai Várfürdőben. Én már ezt régebben is kaptam Ausztriába, elárulom, de most a Gyulai Várfürdőbe is alkalmazzák, és mindenkinek ajánlani kell ezt a kezelési formát. Könnyű, hat az ízületekre, kopásokra, fájdalomcsillapító, és maga a beteg, amikor itt fekszik a kezelés alatt, megnyugszik. Tehát nem kell minden alkalommal nekünk fájdalomcsillapító gyógyszert szedni. Inkább talán jöjjünk a Gyulai Várfürdőbe, és kérjük ki a főorvos tanácsát, hogy mit kellene kezelni, hogy kellene kezelni, mielőtt otthon mi magunkat gyógyszerekkel kezeljük. Mikus Éva, jöjjön, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Egyes ajtónk. Nagyon kellemes érzés, nyugtató érzés. Én azt hiszem, hogy a végtagok, a kezek, ahova a pakolás jön, ott mindjárt meg is nyugszanak az idegek. És utána mit szokott a kezelés után érezni? A pakolás után, amikor ilyen megnyugszik a szervezet, javasolnám, hogy egy olyan száraz pihenést alkalmazzon a kedves beteg, és utána, amikor már úgy érezte, hogy na, minden rendben, akkor egy picit megmozgatni magát az úszással. Az egy nagyon ajánlatos, nem meleg vízbe, hanem egy olyan 30 fokos víz, az nagyon elég egy úszásra, ilyen kezelés után. De első rendes, hogy pihenjen egy picit. Merem ajánlani minden aranyos beteg vendégnek, barátnak, hogy ezeket a szolgáltatásokat itt a Gyulai fürdőbe bizony vegyék igénybe. Mert nem csak az, hogy meggyógyulunk, attól még nem fogunk meggyógyulni, tennünk is kell valamit a saját egészségünkért. Akkor most én megiszom. És a poharat nem viszem be. Jó.
És ha jóisten értesen mindenben legyen, akik a másik medencében is vannak, tehát pohárral nem megyünk be vízbe, előtte megisszuk. Nem szabad. Isten értesen benneteket, kellemes ünnepeket kívánok, minden aranyos vendégeket. Jó úszás, nem hosszú ideig, hogy az ízületek ne legyen megerőltetve, vagyis a fájdó testrészek, amik fájnak, hanem egy kicsit lazítani, leállni, mozgatni, ugyanúgy tornázni a víz alatt, egy picit felhúzom a lábamat, kinyomom, mint ahogy tanulják a vízitornán, itt egy picit szorgosan gyakorolni. És ez dupla, a szervezetnek duplán jót tesz, úgy mondom, inkább a vérkeringést felfrissíti, és teljesen kipihenve elhagyhatja egy bizonyos idő után a gyulai fürdőt, otthon pihenőre térjen, majd következő nap boldogan várjuk újra a fürdőbe. Proszi! Boldog ünnepeket, áldott ünnepeket a fürdőnek, a fürdő vendégeire.